nem egy tipikusan ausztrál jelenség, de az ausztrálok nagyon büszkék a nyikorgó tengerpartjaikra. Nézzük meg, hogy mitől nyikorog egy tengerpart. A titok nyitja a homokban keresendő, méghozzá a nagyon finom szemcsés homokban. A homokkal szemben van néhány feltétel, aminek teljesülnie kell. Az egyik az az, hogy igen finom szemcsésnek kell lennie, a szemcse méret nem haladhatja meg a fél millimétert. Ezen kívül minden egyes homok szemcsének szinte tökéletesen gömb formájúnak kell lennie, és ami még fontos, hogy megfelelő legyen a nedvesség tartalma. Ez a jelenség nem működik, hogyha a homok nagyon száraz, vagy nagyon nedves. Ráadásul, ami itt pereg a kezeim között, az tiszta homok, szennyezésektől szinte teljesen mentes. A nyikorgó hang kialakulásában valószínűleg több tényező is szerepet játszik. Egyrészt a súrlódás az egyes homok rétegek között, másrészt pedig a homokszemcsék közé éreket levegő az, ami összenyomáskor ezt a nyikorgó hangot kiadja. Akárhogy legyen is, jó benne csaszogni. Ez volt a Szertár